Már amikor utaztunk, meg készültünk rájuk, tudtuk, hogy nehéz lesz, mert a meccs az otthonában még erősebb, mint amúgy is, és tele van nagyon jó játékosokkal, nagyon sok fiatal jó játékossal, és mint mondtam, tudtuk, hogy nem lesz egy könnyű feladat, de nagyon örülök, hogy a végén több gólt tudtunk közé tenni, mint egy vagy kettő, és győzelemmel zárni ezt a mérkőzést. Hol dőlt el a mérkőzés ott a második félidő derekán, amikor ismét átvette a Győr a vezetést, és onnan már nem engedte ki a kezéből? Azt gondolom, igen, hogy az utolsó 10 percben dőlhetett el ez a mérkőzés, ahol több labdát tudtunk szerezni és gyors gólokat lőni, mert addig mint végig vagy a meccs vezetett, vagy vezettünk, végén dőlt el ez a mérkőzés, azt gondolom. Te a saját játékoddal maximálisan elégedett lehetsz, de hát feltételezem, hogy te is inkább önkritikus vagy, mert az a siker egyik titka, de hát már 5 gólt dobtál most a Metznek, 6-ot az Odenzének. Mivel magyarázható az, hogy most ennyire akkor elkaptad a fonalat, bár ugye azért, hogy is mondjam csak, már a Fradiban is nagyon jól játszottál, és aztán a Győrben is. Köszönöm szépen. Így próbálom igazából meghálálni, hogy a belső játékosoktól ennyi labdát kapunk mi szélsők. Nagyon örülök, hogy kevés hibaszámmal tudom ezeket értékesíteni, és remélem, hogy így is maradnak, vagy még kevesebb hibával fogom lőni a helyzeteimet, mert ami a maximalista vagyok, én szeretem, amikor tényleg nincs hiba. Az olimpia után a tokiói nyári mérkőzéseket követően mennyire volt nehéz visszakeveredni a klub szezonra és a csapathoz, oda, ahol azért ugye nagyon magasak a célok, illetve az elvárások is nagyok? Nekem egy speciális helyzet volt, hiszen klubváltásom is volt így az olimpia után, és tehát nem volt olyan sok időnk a felkészülésre közösen a csapattal, mert ugye szinte a csapatnak a 80%-a az olimpián volt. Én nagyon vártam a megérkezést is, és azt gondolom, hogy a beilleszkedés is sikerült, remélem a többiek is így vannak ezzel, tudja mindenki, hogy mik az elvárások, miket szeretnénk, de szerencsére mindenkinek ugyanaz a célja, és mindenki tudja, hogy mit akar. Na ezt még egy picit részletezt, hogy cél egyértelműen akkor ugye a bajnokság megnyerése, kupagyőzelem és bajnokok ligája elsőség, hogy így hatalmas terhet rátok tegyek, de hát az Etónál ebben azért nagy meglepetés nincs. Igen, ezek a cél elérések ki is lettek mondva, de azt gondolom, hogy nem kellett ezt mindenkinek elmondani, mert mindenki saját magától is ezt szeretné, hogy mind a 3 aranyérmet idén megszerezzük. Még a klubváltásról, ha már szóba hoztad, akkor azért egy fél pillanatra térjünk vissza, illetve beszéljünk erről, hogy ezt hogy élted meg, most hol tartasz a klubváltás utáni időszakban a beilleszkedést, és hát a Fradi után azért mennyire volt ez nehéz? Fura helyzet volt, hogy 6 évet töltöttem a Fradiba, ahol szinte felnőttem. Abban a szempontból nagyon izgatott voltam arra, hogy milyen új dolgok várhatnak rám a város is, hogy mennyire változott ahhoz képest, mint amikor érettségiztem, meg az új környezet, új lakás, de most már azt tudom mondani, hogy teljesen megszoktam mindent, és teljesen jól érzem magam. Mert hogy te Győrből indultál. Igen, én itt jártam középiskolába, meg itt voltam utánpótlásba. A válogatott és a decemberi spanyolországi világesemény az már mennyire jár a fejedben, hiszen akkor azért ott is fontos szerep hárulhat majd rád. Megmondom őszintén, így beszélünk a lányokkal róla, de még teljesen nincs ráfókuszálva mindenki. Most jön majd egy 3 napos összetartás, ahol megint csak fel tudunk egy kicsit készülni, kicsit össze tudunk kovácsolódni, de szerintem most még mindenki a klub feladataival foglalkozik. Győrben mi a következő 1-2 cél a következő 1-2 hétben? Hát nagyon remélem, hogy a megmaradt mérkőzéseket a válogatottig sikerül győzelemmel zárni. 2 fontos győri mérkőzés, előbb ugye Bajnokok Ligájában otthon a Szilvehof gárdáját fogadja a csapat, aztán majd november 17-én nem sokára a Fradi elleni csúcsrangadó. Mennyire segíti például a bajnokság a BL-ben való szereplést, és hogy lehet rotálni a csapaton belül? Minden mérkőzés ugye más, tehát azt gondolom, hogy vannak olyan mérkőzések, ahol esetleg az Ambros tud pihentetni játékosokat, de nyilván vannak ezek a presztízs mérkőzések, mint akár a Fradi ellen, ami teljesen úgy fog föl mindenki, mint hogyha egy BL mérkőzés lenne, de nyilván mindegyik mérkőzésre 100%-osan készülünk fel.